kép az egyben szól. Mégis mondd, mit ír ez a szív ittben, mondd, mihez, mit a csend, ide csend. Három produkcióval várják a közönséget idén a Nyári Színház keretében. Ezek között van egy teljesen új bemutató is, a Dzsungelkönyve. Dés László, Geszti Péter és Békés Pál közös alkotása igazi családi produkció. A musical Szurdi Miklós rendezi, aki a koreográfussal szorosan együttműködve érdekes, mozgalmas előadáson dolgozik. Nagyon erősen beleszólok, illetve a koreográfus is nagyon erősen beleszól egy-egy jelenetet, mikor felrakok színpadra, amikor elkezdem mozgatni, akkor segít abban, hogy pontosan ez a kettősség meglegyen, hogy állatként és emberként, tehát ugye ember játsza, tehát nem lehet teljesen állatként, hanem a kettő között kell egy nagyon jó egyensúlyt találni, és ettől egy nagyon izgalmas mozgásvilága lesz szerintem az előadásnak. A jelmez is ezt fogja szolgálni, ezt a kettősséget. 6, 7, 8, 10, A Dzsungelkönyvében többségében fiatal művészekkel dolgoznak. Tuna és Maugli szerepére külön válogatást is meghirdettek, amire 200-an jelentkeztek. Közülük választottak ki 2-2 személyt, hiszen a Dzsungelkönyvét 2 szereposztásban láthatják Fehérváron. Egy csíkszeredai fiatal művész lesz Maugli egyik megformálója. Csíkszeredán megrendezték már a Dzsungelkönyvét, nem tudom megmondani, mikor, 2000-ben vagy 2001-ben. És hát ott, amikor láttam, ott 9-szer ment akkor, mind a 9-et megnéztem, és eldöntöttem, hogy én K szeretnék lenni. Na most én soha nem gondoltam azt, hogy Maugli lennék, de még karakterre se, hát ezt a Szurdi másként gondolja, úgyhogy hát ez lett ennek az eredménye. Iszonyatosan fárasztó, mert nem tudjuk eldönteni, tehát ilyen dolgokat nem tudunk eldönteni, hogy Maugli mennyire állat, mennyire ember, mennyire gyerek, mennyire felnőtt, van-e nemi tudata, emlékszik-e az apjára, akit megölt a tigris, emlékszik-e az anyjára, emlékszik-e a nyelvre, tehát ilyen problémákba ütközünk folyamatosan, ezeket meg kell fejteni. Két helyszínen zajlanak a Nyári Színház előadásai, a sort a Dzsungelkönyve nyitja majd. Ennek a bemutatója lesz július 12-én csütörtökön, itt, ahol nagyon kellemes, talán látszik rajtam, hogy nem izzadunk, nagyon kellemesen légkondicionált Vörösmarty Színházban. Ezzel nyitódik a Nyári Színházi programsorozat, aztán pedig átmegyünk a következő hétre a Pelikán udvarba, ott lesz a Portugál, nagy sikerű előadásunk, illetve a Két összeillő ember című produkció. Érdemes megnézni azoknak is, akik már látták bent a Pelikán Színházban, mert kis változtatással, nyári kuriózitásokkal tűzdelt nagyon izgalmas előadás lesz. Szárnyú pillangó, vígan száll, forron tűz a